Az építkezésben 7 millió köbméter földet forgattak meg például itt. 7 millió köbméter földet. És azért csak részben gépi eszközökkel, mert részben kordélyokra szállították, az egy ilyen kis egyalas kocsiban. Most a legmodernabb technikát alkalmazták ennek a kikötő tárháznak az építésénél. 35 ezer tonna, nem tévedek kérem, 35 ezer tonna, jól mondom? Babona vagy termény tárolására alkalmas 1928 óta ez az épület, amelyiknek a kiürítése, agyagszárítása pneumatikusan, szivattyúrendszerrel, csőrendszerrel, csúszdával, elevátorral történik ma is. Azt hiszem a mai technikai színvonal alacsonyabb, mint a 28-as, mert a mozgó elszívó berendezést azt elhanyagolták, és nem működik még a mai napig is. A kikötő építésben kiváló más építészek is megjelentek. Mennyhard László például, aki olyan, itt nem volt akkor a feladata, olyan autóbuszgarást épített, amelyik hibátlanul működik a Hamrövégi úton, kérem szépen 90 méter átívelés 6 centi vastag betonból. Azt megoldotta, itt is megoldott egy csomó betonozási kérdést, az a Mennyhard például, mivel a neve már ugye nem ismert. Na most a kikötőben még az elmúlt években jelentős volt a Suzuki autók tárolása. Tegnap szomorúan láttuk, hogy csak azok az autók álltak itt, amelyek a dolgozók jöttek. Úgyhogy nem láttuk most, valamiért elvonult a Suzuki belőle. Most érünk ebbe az öbölbe, amelyik majdnem egy kilométer hosszú. Itt szélesebb, aztán keskenyedik. A partján volt a szabad rakodó, amelynek egy részét elfoglalja most már egy épület, ez a Ferroport. Ez egy rendkívül eredményesen működő szállítási, raktározási vállalat. És ugye nagyon jól építették, és megtetszik látni, hogy a hajó alassan működni, és a daruk nagyon jól működnek. A magyar darugyártás világszínvonalra jellemző, a GANZ darugyár színvonalára jellemző, hogy az egész világra exportáltunk kikötő darukat, fejlett és kevésbé is hosszú darut is. Nagyon jól tetszik mondani, Argentinában most kerestünk Buenos Airesbe azt a hajómentő hosszú darut, amelyik egy tengerjáró hajót is fel tudott emelni. Valószínűleg az Argentina kikapontották már, és nem tudtak róla Buenos Airesban két éve. Tehát a darukat, tessék, van csak. Ki? Igen, az kikötő. Nem tudtam. Hát az elég régen kezdték erről, mint a középkor végén, úgyhogy valamelyik sorba kerül. Na most nagyon sok kárt szenvedett a kikötő a bombázások során, annak a helyreállítása is nagyon fontos feladat volt. 45 előtt Mester hajózott Magyarországon, és az első magyar gőzhajó társaság, az osztrák érdekeltség volt, az 1828-tól indult a